szóba került a tudatosság és a tudatos döntések. Ez lesz az előadásomnak a vezérfonala. Tudatosan tudunk dönteni arról, hogy milyen egészségnek fogunk örvendeni, és milyen életet fogunk élni a hátralévő években. Mert arra jöttem rá, miután az egyetemről kikerültem, hogy a betegségek nagy része, nyilván nem minden betegség, de a betegségek nagy része az nem valamilyen véletlen sorscsapásnak a következménye, hanem szorosan összefügg azzal az élettel, életmóddal, amelyet folytatunk, vagy amelyben részt veszünk. Ha visszanézünk az elmúlt századokra, és megvizsgáljuk, hogy milyen betegségekben haltak meg az emberek, akkor azt látjuk, hogy az a betegség mintázat, az a betegség elterjedtség, ami most jellemző a nyugati társadalmakra, ez egyáltalán nem volt jellemző korábban. Gyakorlatilag az utóbbi 150 évben változott meg teljesen a halálozási statisztika. Először a fertőzések domináltak, és a tiszta víz védőoltások, antibiotikumok bevezetésével a fertőzéseket sikerült visszaszorítani. Viszont manapság az úgynevezett degeneratív betegségek, amelyek a nyugati társadalmakat tizedelik, és az emberek nagyjából 90% olyan betegségben hal meg, amely a megfigyeléseink szerint megelőzhető és visszafordítható. A gyógyszeriparnak a gondolkodásmódja, ami az 1850-es években indult nagy és kiteljesedő útjára, az jellemző manapság egy olyan problémára, amelyet valószínűleg nem egy anyagnak a hiánya okoz, hanem egy többszörös anyagcsere zavarra, szintetikus molekulákat alkalmazva ezt a betegséget nem lehet visszafordítani, igazából a szimptomákat, a tüneteket lehet csak ezzel a szemlélettel csökkenteni. Egy új tudományágban születőben ez az alkalmazott táplálkozás tudomány, és ennek az elterjesztésén dolgozunk. 2014. februárjától a Pécsi Egyetemen is felvehető kurzusként ezt tanítani fogjuk külföldi előadókkal. Az alkalmazott táplálkozás tudomány ad választ azokra a kérdésekre, hogy hogyan tudunk megszabadulni ettől a cunamitől, gyakorlatilag azon betegségek cunamiától, amelyek teljesen szükségtelenek és feleslegesek. Csak egy pár adat, és nem akarok a részletekbe belemenni, hogy lássuk, hogy hol tartunk. Az elmúlt évtizedekben, 1950 óta gyakorlatilag minden téren megtöbbszöröződött a daganatos betegek aránya, a túlsúlyos betegek aránya, a diabéteses betegek aránya, a szív- és érrendszeri megbetegedésekben hal meg az európai társadalom több mint 40%-a. Magas vérnyomása és magas vérnyomás megelőző állapota a felnőtt lakosság 55%-ának van, és sorolhatnánk tovább csontritkulás, asztma, ezek mind olyan betegségek, amelyek gyakorlatilag évről évre több százalékos növekedést mutatnak. És ha megnézzük a halálozási statisztikákat, abból is azt tűnik ki, hogy dominálnak a krónikus degeneratív betegségek, szív- és érrendszeri betegség, tumoros betegség, krónikus tüdőbetegségek, ezek már lefedik a halálokoknak a 80%-át. És mennyit költünk mindenre? Mennyibe kerül ez nekünk, ez a romló egészségi állapot? Hát azt látjuk, hogy nagyon sokba, és hogyha megnézzük a GDP százalékában is ezeket az összegeket, akkor azt láthatjuk, hogy jelentős százaléka gyakorlatilag az Egyesült Államokban már közel 20%-a a GDP-nek egészségügyi kiadásokra fordítódik, holott az egyik legbetegebb ország az Amerikai Egyesült Államok. A Yale Egyetemnek a kutatása rávilágított arra, hogy mi lehet az egyik tényező, ami ide vezetett bennünket, vagy ami miatt ezzel a problémával állunk szemben. Azok az ételek, amelyeket megeszünk, és amelyet rutinszerűen gyakorlatilag nem tudatosan fogyasztunk, sok ember sajnos nem tudatosabban, hogy milyen táplálékot visz be a szervezetébe, azok megteremtik a talaját ezeknek a betegségeknek. És meglátjuk azt, hogy miért, és milyen bizonyítékok vannak erre, hogy az a táptalaj, ami ezeknek a betegségeknek kedvez, az miért függ össze ennyire szorosan a táplálkozással. Azok az ételek, amelyek a nyugati társadalmakban elterjedtek, és amelyet oly nagy számban fogyasztunk, ezek kalóriadúsak, kevés rostot tartalmaznak, nem okoznak teltségérzetet, nagyon alacsony a mikrotápanyag tartalmuk, ezért passzívan túlesszük magunkat, miközben belsőleg éhezünk. Lehet valaki 150 kg,
akkor is a szervezete az éhezhet különböző tápanyagokra. Az egészséget megőrző és fenntartó tápanyagok vonatkozásában jelentős bevitel csökkenés mutatható ki már a kőkorszakhoz képest, de a legnagyobb változás az a 20. században következett be. Az éhezésnek két típusa van. Az A típusú éhezés, az a klasszikus éhezés, ez látszik, hogyha megnézünk egy afrikai éhező kisgyereknek a képét, látszik, hogy alultáplált és nem kap megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot. De az úgynevezett B-típusú éhezés, ami az egész krónikus degeneratív betegségeknek az alapja, az nem látszik kívülről. Ott a kalóriabevitel az sokszor még több is, mint ami szükséges, viszont a mikrotápanyagok azok hiányoznak a szervezetből, progresszíven hiányoznak a szervezetből. Ezek az emberek pontosan úgy néznek ki, mint önök itt a sorokban. És igazából ránézésre nem lehet azt megmondani, nagyon nehéz megmondani, hogy kiben milyen folyamat megy végbe, és lehet, hogy csak évek múlva, lehet, hogy holnap, lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de egy olyan betegséget diagnosztizálnak ezeknél az embereknél, amelyek elkerülhetőek lettek volna. Igazából az orvostudománynak a válasza az mindig a gyógyítás. Hogyha kialakul egy diagnózis, egy betegség, akkor arra az ellen ír föl valami, de azt a folyamatot, amíg idáig eljutunk, ezt nem kezeli, vagy ezzel nem foglalkozik. Egy példát szeretnék erre mutatni nem sokára, de előtte két dián mutatnám meg, hogy hogyan vezet ez az alultápláltság, mert gyakorlatilag ez alultápláltság, még akkor is, hogyha valaki túlsúlyos, hogyan vezet ez az alultápláltság ahhoz, hogy és hogyan teremti meg a táptalaját a krónikus degeneratív betegségeknek. Az emberi szervezet az dinamikus. Minden nap felépítő és lebontó folyamatoknak az egyensúlya alakul ki a szervezetünkben, és ha ezek a folyamatok egyensúlyban vannak, akkor képesek vagyunk megőrizni az egészségünket. De ha ezek a folyamatok bizonyos anyagok hiánya miatt, amik itt láthatók kékkel, ezeknek az egyensúlya felborul, a regeneráció, a sejtjúra képződés lelassul, a degeneráció pedig fokozódik, akkor ez a különbség, ez a gap, ez pont elég ahhoz, hogy évről évre, hónapról hónapra rosszabb egészségügyi állapotban legyünk, míg végül egy diagnózis, egy betegség elkövetkezik. Élettanilag a tápanyag hiány ezt jelenti. A szövetek kevésbé regenerálódnak, és a degeneráció az felgyorsul. Nő a szabad gyökök aktivitása, nő azon oxidációs folyamatok aktivitása, ha nincsenek meg a megfelelő védőanyagok a szervezetben, amelyek előbb-utóbb alássák az egészséget. Ezt összefoglalóan katabolikus dominanciának nevezzük. Egyetlen példát szeretnék mutatni erre, a csontritkulás példáját. Ez a görbe, ez egy átlagos nyugati étrenden élő társadalomnak a görbéje. Láthatjuk, hogy 40 éves életkorig az egyensúly a csontépítő és csontbontó folyamatok között ez megfelelő. De utána a szervezet általában nem tud kompenzálni, és elindul egy csontömegvesztés, amely sokszor már akkor ad magáról hírt, amikor a eredeti csontömeg 40%-a van csak meg, egy patológiás törés formájában például, vagy egy szűrővizsgálat alkalmával, amikor diagnosztizálnak egy súlyos csontritkulást. Ezt a folyamatot sok orvos természetesnek tartja, valójában az is, csak nem ilyen mértékkel. Tehát a csonttömeg az életkorral csökken, de nem ilyen mértékben. Ez a görbe, ez körülbelül itt lenne reális. De sajnos itt tartunk. És ha megnézzük, hogy miért, ezek a folyamatok, amiről beszéltem, a képződés és a lebomlás, ennek az egyensúlya felborul. Sokkal több csontot vesztünk minden nap, mint amennyi újra tud képződni, és ez progresszíven csontritkulást okoz. Ezt a folyamatot, ezt meg lehet fordítani. Ha valakinél gyulladás van a szervezetben, ez még gyorsabb, még hamarabb veszti a csontot, viszont ha megfelelő táplálkozási programra és táplálék kiegészítő programra állítjuk, pótoljuk azokat a hiányzó tápanyagokat, legfőképpen az étrenddel, akkor a lebomlás sebessége csökken, az építés sebessége nő, és akár 60 év fölött is csontképződés indulhat be. Számtalan esetben bizonyítottuk a gyakorlatban is, 60 év fölötti csontritkulásos betegeknél évi 5-6, volt akinél 10%-os csontömegnövekedés következett be. És minden betegségnél ez a folyamat, ez a tendencia tetten érhető. Például a legfontosabb halálokat képező szív- és érrendszerű betegségeknél, amely az erek elzárulásával jár. A plakk is, az érplakk is egy dinamikus folyamatnak az eredménye. A szervezet folyamatosan próbálja eltakarítani a lerakódásokat, miközben az illető az étrendje, életmódja miatt
mindent megtesz azért, tudattalanul, de mindent megtesz azért, hogy mégis lerakódjanak anyagok. És hogyha ez az egyensúly ez felborul, tehát több anyag rakódik le egy nap, mint amennyit a szervezet eltávolítani képes, akkor szép lassan, lehet, hogy csak 10 év alatt, lehet, hogy 20 év alatt, de ez a plak elér egy olyan méretet, amikor az ér elzárulik és bekövetkezik a katasztrófa. Ezek a betegségek, ezek lassúak és lassan alakulnak ki. De amíg nem következik be egy drasztikus tünet, vagy nem kerülnek diagnózisra, addig észrevétlenek maradnak, és ezek olyanok, mint egy időzített bomba az ember szervezetében, vagy egy cukorbetegség, vagy egy szívinfarktus, vagy egy csontörés képében robbanhatnak föl, miközben ezek ott ketyegnek bennünk sokszor évtizedekig. Hogy ez mennyire igaz, amit mondtam, hogy ez a folyamat megállítható és visszafordítható, egyetlen példa a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában. Itt látható, ez egyébként egy orvos kollégának a koszorújára. Nagyon jó minőségű a felvétel, de annyi látszik, hogy sokszoros szűkület és a vér alig áramlik ebben a koszorújában. Étrendváltás után nem 32 nap alatt, de 32 hónap alatt. Ezek a folyamatok, ami a regenerációt segít, ugyancsak lassúak, de biztosak. 32 hónap alatt az ér az teljesen kitisztult. Eltűntek a lerakódások, gyógyszert nem szedett az illető. Ha gyógyszereknél tartunk, és megnézzük, hogy az orvosok milyen paramétereket szoktak nézni a vérben, azt látjuk, hogy ezek a gyógyszerek, ezek a szintetikus molekulák egy-egy támadásponton, egy-egy biokémiai ponton hatnak, és úgy próbálják gyógyítani a betegséget. A részletek tárgyalása nélkül azért egy néhány gyógyszerfajtát szeretnék megmutatni, amelyeket a szívbetegség kezelésére írnak az orvosok, statinok, acegátlók, bétablokkolók, és itt láthatjuk azokat a vérből mérhető paramétereket, amelyeket ezek befolyásolnak. És azt látjuk, hogy egyébként a szívbetegséggel összefüggő paraméterek vonatkozásában csak egy-egy ponton hatnak, míg a tápanyagok, amelyekben vannak polifenolok, vitaminok, flavonoidok, omega-zsírsavak és egyéb hasznos aminosavak, ott azok minden támadásponton képesek, ha megfelelő mennyiségben bejutnak a szervezetbe, befolyásolni a szervezet működését. Szintetikus molekulák helyett egy jól összeállított táplálkozási programban megvannak mindazok a molekulák, amelyek képesek visszafordítani a szívbetegséget. Hogy ez a gyakorlatban mennyire kivitelezhető, és egy társadalom egészére ez alkalmazható-e? Igazából ez a kérdés, mert klinikai vizsgálatokban számtalan esetben bebizonyították azt, gondoljunk csak Carol Eisenstein vagy Dean Ornish munkáira, hogy kis csoportokban 20-30-40 embert táplálkozás terápiával gyógyítva. Ezek a betegségek teljesen visszafordíthatóak. De a kérdés az, hogy társadalmi szinten, több millió ember vonatkozásában ezt hogy lehet megvalósítani, és lehetségesen. Most erre megvan a válasz, mert ez, ha az időben visszamegyünk, nem sokat, mindössze 100 évet, akkor ez a nagy kísérlet, amiről beszélek, ez megvalósult, mégpedig Angliában a késői, közép és késői viktoriánus korban, 1880-as évek környékén, nagyjából 130 évvel ezelőtt, amikor már nagyon jó orvosi dokumentációkat vezettek, és pontosan tudjuk, hogy miben haltak meg az emberek, meddig éltek és miben haltak meg. Miért mondom ezt? Nagyon sok érv a táplálkozás terápiáján azt mondja, hogy hát igen, mert tovább élünk, ezért ezek a folyamatok szükségszerűen bekövetkeznek, mert az idő előre haladtával az emberi szervezetnek a működése az megváltozik és romlik. És régebben azért nem volt ennyi szívbeteg, és azért nem volt ennyi rákos beteg, mert nem értek eddig az emberek. Most kiderült, hogy ez totálisan máshogyan van. 1880-ban a várható élettartam, az 5 éves korban várható élettartam, férfiak esetében 3 évvel több volt, mint most. Azért torzítanak az egészségügyi statisztikák, mert a gyerekhalandóság miatt az 5 év alatti halálozás nagyon lerontja az értékeket. De ha az 5 éves korban várható átlag élettartamot nézzük, akkor 3 évvel tovább értek az emberek. És nézzük meg, hogy miben betegedtek meg, vagy miben haltak meg. Ez a mai állapot. Neoplazma, keringési rendszeri betegség, tumorok,
krónikus légzőszerű betegségek okozzák a halálozások 80%-át. 1880-ban a tumoros betegségek és a szív- és érrendszeri betegségek együtt nem érték el a 8%-ot. Gyakorlatilag tized annyi ember betegedett meg ezekben a betegségekben, mint ma a mai társadalomban. Akkor nem volt sem modern orvostudomány, nem volt gyógyszeripar, nem voltak modern gyógyszerek. Egyedül az étrend tudatos megválasztásával és az étrend tudatos összeállításával ezeket a betegségeket vissza lehetne fordítani és meg lehetne előzni legalább az emberek 90%-ánál, mint ahogy azt a történelem már bebizonyította. És még egyetlen dologra utalnék, a genetikai háttérre. Rengeteg betegségnek okát a génekben vélik megtalálni. A gének nagyon sokat befolyásol, a hajlamokat hordoz az ember a testében. De az, hogy az a hajlam az előjön vagy nem, az tőlünk függ. A génállomány az olyan, mint egy több ezer billentyűs zongora, de a zongoristák azok mi vagyunk, mi játszunk azon a zongorán, és mi határozzuk meg, hogy örömóda vagy gyászinduló fog megszólalni azon a zongorán. Nagyon nagy mértékben a döntéseink, nagyon nagy mértékben befolyásolják azt, hogy milyen életünk várható az elkövetkezendő 10-20-30 évben. Könnyen lehet 10-20-30 évet nyerni, az ember ezeket a változtatásokat megteszi. És utolsó gondolatként Colin Campbelltől idéznék, akinek a Kína tanulmánya néhány évvel ezelőtt megjelent, és amely gyakorlatilag eltörölhetetlen bizonyítékot jelent a táplálkozás tudomány szerepét kiemelendő. Ő mondta azt, hogy három tényező befolyásolja legjobban az egészségünket, a reggeli, az ebéd és a vacsora. Köszönöm szépen!